Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Talán nem okozok vele meglepetést, hogyha a lakásszövetkettel fogom folytatni az ügyet. Nem kívánnék beleszólni napi politikában, nyilván az ilyen villongások azok, ami miatt feltételezhetően ezek a közvetítések elmaradnak. Mindenesetre az megdöbbentett, amit a Nárási úr mondott, hogy 250-en nézik a városi televízióban a híradókat. A kérdés csak az, hogy ennek mi az oka. Én nagyon remélem, hogy nem az, hogy annyira érdektelen a műsor, hogy a fene is se kíváncsi rá. Ahogy említettem, és a lakásszövetkezet ügyével folytatnám, és rögtön, hogyha megengedik, ennék némi kiigazítást, mert itt két helyről is elhangzott, az egyik tulajdonos társamról, illetve a jelenlévő hölgytől is, hogy a önkormányzat által 2018. februárjában hozott rendeletből a magánlakások ki lennének zárva, nincsenek kizárva, Németh Béla képviselőnek mondom, ugyanúgy pályázhatnak, mint hogy a társasházak is és a lakásszövetkezetek is. Tehát én kérném, hogy az ilyen megnyilatkozásokkal óvatosabban bánjanak, mert ez ránk dehonestálólag hat, hiszen úgy tűnik, mintha ebben a bizonyos támogatásban csak mi részesülnénk, szó nincs róla, ebben bárki részesülhet. Még egyszer mondom, magánlakások is, társaságok is és lakásszövetkezetek is. Ami a félreértést adta a Bojtor úr és az itt felszóló lakástulajdonos között, a Kovács úr között, az az, hogy a lakásszövetkezet rendszeresen 780 felújított lakásról, vagy felújítandó lakásról tesz kommunikációt, és valóban ez a 2 millió forint, hogyha elosztjuk, akkor ez nyilván csak néhány száz forintos támogatást jelent. Tudjuk pontosan, én legalábbis tökéletesen tisztáljuk vele, hogy mit tartalmaz ez a bizonyos testületi határozat, amiben ugye az van, hogy erre az évre valóban 2 millió forint, és minden évben az adott költségvetésben fogják meghatározni, hogy mennyi lesz ez az összeg. Bízunk benne, hogy ez több lesz, és bízunk benne, hogy pályázatok is fognak ráérkezni. Nyilván a lakásszövetkezet érthető ok miatt azért nem pályázott, mert jelenleg még nincsenek befejezett kivitelezések, illetve ugye a 20 éves futamidő előtt van egy 18 hónapos türelmi idő, amíg nem kell a törlesztéseket elkezdeni törleszteni. Ami miatt mégis ide jöttünk, annak kettős oka van. Az egyik az az, hogy nagyon-nagyon sok ezer ember lakhatási biztonságáról, vagyoni biztonságáról van szó, hiszen közvetlen módon az orosházi lakásszövetkezetben 3000 ember él, 1200 lakásban, illetve még további 240 garást is működtet az önkormány, illetve az orosházi lakásszövetkezet. Továbbá ugye lévén, hogy ez egy 20 éves futamidejű hitel, hát joggal feltételezhetjük, beleértve önmagammal az érem, hogy mi már nem is fogunk akkor élni, amikor ennek az utolsó törlesztő részleteit majd valakinek ki kell fizetni. És az alapvető probléma az ott van, hogy jelenleg nagyon sok száz lakástulajdonos úgy gondolja, hogy a szövetkezet nem a törvényes keretek között lépett bele ebbe az egész projektbe, és nem kellő törvény felhatalmazás alapján indított el ezt a GINOP nevű programot. Erre néhány tényt szeretnék közölni, részint azért, mert nekünk meggyőződésünk, hogy előbb-utóbb csak úgy, mint 2011. októberében itt kötöttünk ki önök előtt 30 milliós kérelemmel, hogy ne kapcsolják ki a gázt. Most is ki fogunk kötni, csak nem 30 millió, hanem sok 100 millió forintos problémával. Ugyanis nekem meggyőződés és minden szám ezt igazolja, hogy a szövetkezet olyan helyzetben van, ami helyzetben ilyen nagyságrendű, több 100 millió forintos, sőt, akár milliárdos nagyságrendű hitelt felvenni, az probléma. Miért mondom ezt? Azért is mondom, mert úgy gondolom, hogy ezek után a városnak is lesz ezzel dolga. A másik pedig ugye a város által nagyvonalon felajánlott is, köszönjük szépen, mert 10 forint is támogatása, csak annyi jut akkor is. Az is olyan pénz, ami az adófizetők pénze, és ezért köszönettel tartozik minden egyes ember, aki ebből részesülni tud. A hitelt nem a lakások veszik fel. Legyen egyszer is mindenkorra világos és egyértelmű, és ezt kérem, majd vegyék figyelembe a rendeletalkotásnál. A hitelt az orosházi lakásszövetkezet veszi fel. Mind az 1200 lakás. Tehát az a lakásszövetkezeti kommunikáció, ami a médiákban is, meg több helyen is megjelent, az tényszerűen nem igaz. Itt van az MNB állásfoglalása, a hitelnyújtó bank állásfoglalása, melyben a bank most már másodjára írta le, úgyhogy azok is megértsék, akinek csak szoba hőmérsékletű intelligenciája van, hogy a hitelfelvevő az orosházi lakásszövetkezet és nem az adott lakás. A hitel visszafizetésért az orosházi lakásszövetkezet a kötelezett és nem az adott lakás. Éppen ebből vannak a problémák. Az orosházi lakásszövetkezet úgy kezeli ezt a programot, mint hogyha egy-egy lépcsőház adósodna el, nem? A teljes lakásszövetkezet adósodik el. Az igaz, és ez ténykérdés, hogy a lakásszövetkezetnek a saját berkeimből módja van arra, hogy ezt az hitelt azokkal fizetesse vissza, akik ebben a lakás felújításban konkrétan érintettek.
csak van ezzel egy probléma. 2016-os adatokat, 17 végi adatokat tudok önöknek mondani, mert ez az exakt, a 2018-a jövő májusig várni kell. 2017 végén az Orosházi Lakásszövetkezet be nem fizetett rezsi állománya, tehát a kintlévőség mértéke 143 millió forint volt. Ez a szám 2007-ben még csak 32 volt. Látjuk a tendenciát. Évenként 10 millió forinttal növekedett az elmúlt 10 évben a kintlévőség a be nem fizetett rezsi. A 100 000 forint fölötti tartozók létszáma 240 volt, ami a teljes ingatlan állomány 20%-a. Tessenek ezen a számokon elgondolkodni. 240 olyan lakás volt, ahol vagy 100 000 forinttal, vagy annál többel tartoztak. Ebből volt 40 olyan, amelyik 1 millió forint fölötti tartozást halmozott fel. Nekünk az a határozott álláspontunk, másként gondolkodóknak, hogy ilyen pénzügyi helyzetben lévő szövetkezetnek egy ilyen irdatlan tömegű, nagyságrendű hitelfelvétele az kalandorság. Tovább súlyosbítja a helyzet, hogy a szövetkezet az elmúlt 2 évet mínusszal zárta. Ezek nyilvános adatok, azért merem őket elmondani, bárki meg tudja nézni az orosházi lakásszövetkezet honlapján, bárki a világ 7 milliárd lakója közül, bárki meg tudja ezeket tekinteni. Az utolsó két évet veszteséggel zártuk, továbbá meg kellett ismerkednünk 2017 végén egy új fogalommal, ez pedig a virtuális felújítási alap fogalma. Ugye a virtuális az azt jelenti, hogy nem létező. Magyarra lefordítva, a virtuális fizetésre nem kapunk felvágottat a Könd utcai AVC-be. Ez a 76 millió forintról van szó, nem kevés pénzről van szó. Ez gyakorlatilag a szövetkezet könyvvizsgálója sem tudta megmondani, hogy hol van. Ezt befizették a lakók, mert nyilván tartják egy elkülönített számlán, de hogy hova tötték, azt nem tudjuk. A probléma az, hogy a 2014-es küldőgyűlési határozat világosan meghatározza a szövetkezetnek, hogy mit kezdhet ezzel a pénzzel. Ezt a pénzt kizárólag felújításra költheti el, és csak az adott lakóközösség kétharmados írásos jóváhagyására. Ezt a 76 millió forintot úgy küldték el, hogy egyetlen egy ilyen határozat, hogy engedély nem született rá. Természetesen feljelentést tettünk a rendőrségen, jelenleg az ügyészség vizsgálja ezt a kérdést a GINO programmal együtt. Most a GINO programmal alapvető probléma az, hogy sorozatos félretájékoztatások zajlanak, most már a sajtó révén is, álláspontunk szerint természetesen. Nem kívántuk ezt a nagy nyilvánosság elé hozni, mi mindvégig belső levelezésekben, meg egyebekben próbáltunk ennek az ügynek a végére járni, mert őszintén szólva én személy szerint szégyellem, hogy olyan szövetkezetnek vagyok a tagja, ahol ilyen gyalázatos dolgok megtörténhetnek, de hát miután én csak egy egyszerű lakó vagyok, és semmiféle funkcióval nem viselkedek, hát elkerül. 2018. 9. hó 19-én megjelent az orosházi élet, pedig a Végismegyi Hírlapban egy írás, ahol azt kell mondanom, hogy valótlan állítások tömkelege hangzott el, ezért vagyunk kénytelenek itt a jelenlévőknek elmondani, illetve hát remélem a sajtó útján majd talán azoknak is, akik eddig ezzel a dologgal nem foglalkoztak. Azt mondja a lakásszövetkezet, hogy téves az információ, mely szerint a hitelfelvevő ráterhelődik azokra a lakókra is, azokra az ingatlanokra is, akik nem vesznek fel hitelt, az akik nem érintettek a felújításban. Az imént voltam bátor elmondani, hogy a hitelt az orosházi lakásszövetkezet veszi fel. Ebből következőleg, ha bárki azok közül, akik a felújításban is részletek nem fognak fizetni, és gyerekről tudjuk, hogy már jelenleg is vannak, azok helyett a szövetkezet egész színek kell a helytállá. Tehát nekem is, meg a többi 1200 lakástulajdonosnak. Itt ugye arról beszél a cikk, hogy úgymond nem hajtja fejét senki a igába, mert hogy itt nem történik hitelfelvétel. Örülök, hogy az Elkes úr itt van, hogy gazdasági szakember. Én úgy tudom, hogy amit a bank ad, az hitel. Azt vissza kell fizetni. Nevezhetjük ezt bárminek, megemelt rezsiköltségnek, meg ügyeveknek, de ez hitel. Ezt vissza kell fizetni. Én azt gondolom, hogy ezzel súlyosan félrevezetik a tulajdonosokat, és azt a képzetet társítják, hogy itt nem történik tulajdonképpen semmi, csak megemeljük valamilyen oknál fogva a rezsit. Nem kérem szépen, itt hitelfelvétel történik, amit vissza kell fizetni. Következő ilyen probléma, hogy amit már a Kovács úr is érített itt az előttem felszól, hogy a minden létező dokumentumot megtagadnak a kiadásán. Az a helyzet, hogy ma mi úgy működünk itt Orosházán, az orosházi lakásszövetkezetben, hogy belerángatunk lakóközösségeket felújításokban, de a lakóközösség nem ismerheti meg a kivitelezési dokumentációkat,
az ezzel kapcsolatos szerződéskötéseket, a tényleges költségeket, lényegében semmit. Tehát ma úgy újítják fel az ott önök által is talált lakást, hogy egyetlen egy embert nem találnának, akik meg tudnám mondani, hogy mennyibe fog kerülni a végén a buli. Majd a végén, amikor majd eljön az idő, akkor majd elmennek egy adósság elismerési nyilatkozattal, ahogy a szövetkezet ezt nyilatkozta a sajtóban, és majd aláíratják az adósság elismerést. Ez már ki is lövi a hitelkérdését, tehát azt gondolom, hogy nem is kellett különbözni. Tehát lényegében egy biankó csekk kiadása folyik, és úgy végeznek beruházások, hogy senki megmondani nem tudja, hogy ez mennyibe kerül. És amikor mi ezt írásban több alkalommal kértük, sok száz lakás tulajdonos nevében szeretném mondani, hogy nem egyedül ülök itt, mert körülbelül 200 olyan lakás van, akinek a támogatását már most csipjük, több, mint amennyit felújítottak. Nem adják ki a dokumentumokat, arra hivatkozva sajtóban, meg mindenütt másutt, hogy a dokumentumokat azért nem adják ki, mert az a Magyar Fejlesztési Banknál van, és azt nem lehet kiadni. A lakásszövetkezet hazudik. A Magyar Fejlesztési Bank egyértelműen deklarálta az ide nekünk megküldött levélben, hogy minden dokumentum a lakásszövetkezetnél van, és azt a jogszabályt is leírta, bár mi ezt tudtuk, de köszönjük szépen a Fejlesztési Banknak, hogy milyen jogszabály az, ami alapján nekünk ebbe betekintési jogunk van. Megfosztanak minket attól a jogunktól, hogy miközben eladósítanak bennünket, lássuk, hogy miért és mennyiért. Felháborít. Én tudom, hogy önöknek ebben jogilag túl nagy lehetőségük nincs, gyakorlatilag semmi. Nem szólhatnak bele, de abban igenis azt gondolom, hogy lenne feladatuk, hogy leüljenek ezzel az emberrel, meg ezzel a vezetéssel, és elbeszélgessenek velük egy kicsit. Ugyanis ez előbb-utóbb olyan szociális válsághelyzetet fog a mi álláspontunk szerint előidézni, aminek majd a végén valahol mégiscsak ott áll a város, mert ugye hát az is benne van a sajtóban, hogy aki nem fizet, azon azonnal a végrehajtást fognak kezdeményezni, ami hát nyilván nem ilyen egyszerű, azt mindenki tudja, aki a végrehajtási jogban legalább két mondatot elolvasott, annak azért megvannak a folyamatok, és évekig is elhúzódott az egy-egy ilyen ügy, amíg viszont valakinek fizetni kell a hitelt, nyilván azoknak, akik nem is jöttek. És ugye az alapvető problémát az jelenti, hogy a szövetkezet úgy kezeli, hogy ez egy-egy lépcsőház kérdése. Nem. Miután a hitelfelvevő a szövetkezet, így a szövetkezet közgyűlésének van joga kizárólag dönteni arról, hogy egyáltalán részt veszünk egy ilyen hitelkonstrukcióba, vagy nem. A szövetkezet ezt azzal mismásolja és magyarázza félre, hazudja félre, hát beszéljünk magyarul, mert magyar emberek vagyunk, hogy részközgyűlésegen döntenek. Na most ugye a részközgyűlés az a közgyűlésnek egy technikai megoldási része, és nem egy önálló jogi lehetőség. Ráadásul nagyon szigorúan szabályozva van, hogy hogyan kell egy részközgyűlés megtartani. Ilyenek nem voltak. Tehát ma a szövetkezet a mi álláspontunk szerint minden jogalap nélkül vágott bele ebbe a sok 100 millió forintos hitelfelvételben, melyen még egyszer mondom, az egész szövetkezetet eladósítja. Megjelenik a sajtóba különböző dolgok. Ugye nem vizsgálta a szövetkezet a kezdet-kezdetén az sem, hogy egyáltalán ezek a tulajdonosok, akik most az érintettek ebben a dologban, mennyire likvidek, mennyire fizetőképesek, stb. Nem vizsgálták azt sem, hogy ezeken az ingatlanokon, amire majdan, ha elkövetkezik és szükséges lesz, akkor végrehajtást kezdenek, vannak egyébként olyan kötelezettsége az ingatlannak, mondjuk van-e rajta jelzálogjuk, adóhátralék, bármi olyan, ami megakadályozza, hogy hozzájussunk a pénzhez. 20 évről beszélünk, szeretném hangsúlyozni, nem 2-ről, 20 évről beszélünk. A szövetkezetnek nincs behajtási szabályzata, tehát fogalm sincs, hogy mi alapján fogják majd a pénzeket behajtani, illetve arra vonatkozóan sincs, hogy miután nem történtek még sem az adósság vonatkozásában a lakók részéről, az érintett lakók részéről aláírás, hogy ez majd hogyan történik a jövőben. Meg lesz a végösszeg, és akkor kimegyünk, és azt mondjuk, hogy te tartozol 2,5 millió forinttal. És mi van akkor, hogy ezt nem ismeri el? Miután a szövetkezet a hitelfelvevő, én nem ismerném el. Tehát én azt mondanám, hogy én nem vettem fel hitelt, a szövetkezet vett el hitelt. És miután erről a közgyűlési határozat nincs így, ezt joggal meg is tehetni. Nagyon problémás, és erre szeretném felhívni főleg az érintettek figyelmét, hogy itt ugye folyamatosan olyas, miről vannak szók, hogy például a bank választotta ki a kivitelezőt, a bank választotta ki a projektfelelőst, a bank ellenőrzi a kivitelezést, szintén csak a Magyar Fejlesztési Bank e hónap 9-én megérkezett válaszlevelét le tudnék hivatkozni, nem igaz. A kivitelezőt a szövetkezet választotta ki. A projektmenedzsert a szövetkezet választotta ki, ő kötött vele megállapodáshelyezést úgy, hogy erről az érintett lakók gyakorlatilag semmit nem tudnak. Arra a válaszra, hogy miért nem volt ez nyilvános, hogy egyáltalán kik pályázhatnak ide, vagy miért, azt mondták, hogy nem írja elő a törvény, hogy ez szükséges. Én nem tudom, hogy előírja vagy sem.
De hogy morálisan, erkölcsileg az minimum lett volna, hogy legalább egy pályázatot kiírunk, és 2-3 pályázatból vizsgáljuk meg, hogy ki ad kedvezőbb ajánlatokat, ez nem történt meg, ami hát nagyon komoly kérdéseket vet fel. Nem láttunk műszaki kivitelezési dokumentációkat, nincsenek a lakásokra ténylegesen lebontott költségek, annak ellenére, hogy a szövetkezet folyamatosan ezt állítja. Nagyon fájdalmas, és számunkra ez teljesen elfogadhatatlan, hogy olyan dolgokra hivatkozik a szövetkezet, ami gyakorlatilag nem létezik. Tehát ugye említettem már itt a részközgyűléseknek a kérdését, most az Orosházi Lakásszövetkezet alapszabályában egyetlen betű nincs a részközgyűlésekről. Tehát ilyen értelemben az Orosházi Lakásszövetkezet alapszabálya, holott ezt a 2001. évi lakásszövetkezeti törvény előírja, egyetlen betű nincs a lakásszövetkezeti alapszabályba. Tehát nem is tudom, hogy egyáltalán mi alapján tartották meg. Ennek ellenére folyamatosan azt kommunikálják, hogy van. Azt kommunikálják folyamatosan, hogy nem hajtja az adott lakástulajdonos fejét az igába, magyarul nem vesz fel hitelt, sőt, azt is leírták itt az egyik újságban, hogy hát ezt a hitelt az adott lakó, hogyha eladja mondjuk a lakását, nem viszi magával. Ez nem igaz. Ez egyszerűen nem igaz. Ilyen nincs. Két dolgot tehet a lakó, vagy kifizeti, amikor eladja a lakását, a fennmaradó hitelt, hogy nullás igazolást kapjon a szövetkezettől, vagy ráveszi az új tulajdonost, hogy vállalja át. Ha ki kell fizetni, akkor nincs gond, akkor ő kifizeti, és akkor ez rendben, ha ki tudja azt az 1-2-3 millió forintot fizetni. Amit hát erősen kétlek. Ha viszont ez nem működik, akkor az új lakó vagy megveszi a lakást 20 évre szóló teherrel, vagy nem veszi meg, de ha megveszi, akkor biztosan tudom mondani, hogy le fogja bele vonni azt a tartozást, ami van a lakás árából. Ezzel megint azt a képzetet társítjuk a tulajdonosokba, hogy felveszik a hitelt, a lakás értéke növekedni fog, és úgy elmehetsz a lakásban, úgy eladhatod piaci áron, hogy abból neked semmiféle hátrányod nem lesz, ami megint csak nem igaz. A bank felhívta a figyelmünket, és ez egy nagyon érdekes kérdés, mi erre konkrétan ugyan a banktól ilyen formán nem kértünk állásfoglalást, de azt többször kértük, bár tudtuk, hogy nem fogja megmondani a bank nagyon helyesen, hiszen ez nem, ezt a jogszabály tiltja számára, hogy történt-e hitelfolyósítás a mai napig a projekttel kapcsolatosan. Most ez a bank azt írta, még egyszer mondom, teljesen érthető és jogszerű módon, hogy erre vonatkozóan nem áll módjában információt adni, de én legalábbis úgy olvasom, hogy a sorok között azért válaszolt nekünk erre, amikor elkezdte fejtegetni a kérésünk ellenére a 20%-os önerőnek a kérdését. Ugyanis a kivitelezés 20%-os önerővel működik, ami azt jelenti, hogy a projekt értékének a 20%-át ki kell cashelni, és a hitelfolyósítás alapfeltétele, hogy ez az önerő felhasználásra kerüljön, és ezt számlákkal igazolni kell a hitelnyújtó banknak, és a bank csak ezután fogja a hitelt folyósítani. Óriási kérdés, ugye itt a szövetkezet is elmondta, hogy nagyjából már 100 lakás túl van a felújításon, ez szerintem átlagos olyan 2 millió forinttal nyugodtan lehet számolni, ez 200 millió forint, ennek a 20%-a 40 millió forint. Nagy kérdés, hogy ezt miből fogják kifizetni, hiszen ilyen irányú terhet nem róttak az érintett lakásokra, a szövetkezetnek erre vonatkozóan egy vasa sincs. Érdekes kérdés, hogy miből fogják ezt kifizetni, mert ugye addig nem jutnak hozzá a hiteles sem, a hitelfolyósításra sem, amíg ezt az önrészt ki nem fizették. Erről a szövetkezet nem beszél. Nagyon érdekes kérdés, hogy miért nem beszélnek arról, hogy ezt a 20-30-40 millió forintot miből fogják kifizetni, és majd a 80-800 lakás, ha oda kerül a sor, azt az 1,6 milliárdnak a 20%-át, ami már azért igen jelentős összeg lesz, 320 millió forint, hogy vajon lesz-e ilyen. További nagyon-nagyon sarkalatos kérdés, és ezt a bankkal telefonos egyeztetéskor beszéltünk erről, ez nem hivatalos, de nem is a bankkal kapcsolatos beszélgetéssel szeretnék beszélni, hanem arról, hogy van ebben a banki pályázati kiírásban egy nagyon fontos mondat, ami fölött lazán elsiklotta az Orosházi Lakásszövetkezet. Ez pedig az, hogy a bank világossá tette a pályázati kiírás feltételeiben azt, hogy ha a felvevő is, ugye itt az egész lakásszövetkezetet kell érteni, nagyon fontos, mert ugye még egyszer mondom, hogy hitelfelvevő a szövetkezet, és ezt most már a szövetkezet sem tagadja fél év után, azért csak elismerték, hogy valóban mégiscsak ők a hitelfelvevő, tehát a szövetkezetfelvevő. Van a pályázati kiírásban egy olyan mondat, hogy amennyiben akár csak egyetlen olyan lakás van az érintett szövetkezetben belül, ahol 30 napnál, illetve 90 napnál hosszabb rezsi hátralék van, ott csak úgy lehet a hitel pályázatban részt venni, hogyha közgyűlés, nem részközgyűlések, meg lépcsőházak, meg anyámtyúkja,
nem közgyűlési határozat születik arról, hogy az ilyen lakásokra eső felújítási költséget a szövetkezet közössége vállalja. Most a Torosházi lakásszervezetben tudjuk, hogy 2017 végén 240 ilyen lakás volt. Szóval nagy a baj, hölgyeim és uraim, óriási a baj. És nehogy azt gondolja bárki is, hogy ez úgy simán el fog menni. Tudom, még egyszer mondom, hogy önöknek jogilag ebben nincs feladatuk. De Sára Csaba úrnak, aki a körzet egyik képviselője, vagy Horváth úrnak, aki mint lakásszervezeti tag érintett, én azt gondolom, hogy igenis lenne dolga. Igenis lenne dolga. Sőt, a politikusoknak is lenne dolga, de a Szabó Ervintől is csak egy udvarias választ kaptam arra, hogy a megkeresésemre, hogy hát köszöni szépen a bizalmat. Ervin, én nem a bizalmadat kérem. Nincs szükségem a bizalmadra, nekem a segítségedre van szükségem. Mint jogász ember, ráadásul cégjogász, ha jól tudom, akinek nyilván ebben nagyobb tapasztalata van, mint nekem, mert én harmadosztályú kereskedő vagyok egy orosházi cégnél, te viszont jogász vagy. És én úgy gondolom, hogy erről kell beszélni, mert ez az én szerény számításaim szerint, a mi szerény számításaim 8-10 ezer embert érint. 3000-et most közvetlenül is ezeknek az örököseit, mert ugye voltam bátor mondani, és a Kovács is elmondta, hogy milyen életkorú emberek élnek. Ez a 20 év, ez bizony érinteni fogja még az utódokat is. És én nagyon kérem az igen tisztelt képviselőtestet, nem kell elfogadni, amit én mondtam, csak járjanak utána. Egy szavamat ne higgyék el. Csak kérjék el tőlem azokat a dokumentumokat, amire most én hivatkozom. És az ellenérdekelt féltől, a születkezetetésétől, meg azokat, amikre ők hivatkozva állítják ezt, amit állítanak. Mert nekik ilyen nincs, nekünk meg van. Nekünk meg van. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, Józsi. Bojtör István, a polgármester úr, a szó. Köszönöm szépen én is a tájékoztatást. Két dolgot szeretnék mondani, illetve az egyik az mondás, másik az egy kérdés. Az egyik az, hogy akkor én ez alapján, ugye közmeghallgatáson elhangzottak alapján kutyakötelességünk az, hogy meghallgassuk a másik felet, és akkor én ígéretet teszek arra önnek, neked, ha mondhatom így, hogy a jövő héten akkor a Bóth Ferenc úrral szervezünk egy találkozót, és szembesítjük azokkal a dolgokkal, amik a közmeghallgatáson elhangzottak. Ez az egyik. A kérdésem pedig az lenne, hogy kicsit kaotikus nekem így ez a hitelfelvétel dolog. Azt szeretném kérdezni, biztos tudod rá a választ, hogy tehát, ugye, ahhoz, hogy mi segítséget adjunk a lakosoknak, tehát ott egyedi hitelszerződéseknek kell, hogy létezzenek, tehát amiben le van fektetve az ő kötelezettségük, mondjuk a havi törlesztő részletük nagysága, amihez mi igazítottuk a mi elképzelésünk szerint azt az 1000 forint per hónapos vagy havi segítséget. Tehát gyakorlatilag itt kettő hitelszerződés születik az MFB-vel? Tehát születik egy a lakásszövetkezet és az MFB között is, illetve azok a lakosok között is, akik vállalják ebben a programban a részvételt és a esetlegesen hitelt is fognak ehhez fölvenni. Vagy mindenki ezt magának intézi úgy, ahogy akarja. Ez most egy elég rosszul megfogalmazott dolog, de biztos érted, mire gondolok. A válasz végtelen egyszerű. Egyetlen hitelszerzés történik, ez pedig az orosházi lakásszövetkezettel történik. Oda fogom neked adni ezt a levelet, amiben ezt a bank a napnál világosabban rögzíti. Nincs a lakásokkal külön szerződéskötés, abszolút badarság is lenne egyébként. A lakásszövetkezet, mint jogi személy veszi fel ezt a hitelt, ezért a hitelnek a visszafizetése a szövetkezet vállal garanciát, felelősséget és kötelezettséget is. A szövetkezeten belül az, hogy ezt a szövetkezet a saját lakóival hogy intézel, ezzel a bank leírja a levélben, nem foglalkozik, mert nem érdekli. Egyáltalán nem érdekli a bank, tehát a bank nem lakásokkal köt szerződést, hanem az orosházi lakásszövetkezettel. Következésképpen ebből az következik, hogy azért jeleztem az elején a beszélgetést, hogyha ilyen támogatást a jövőben is az önkormányzat fent kíván tartani, amit még egyszer mondok, köszönünk, mert 10 forint is segítség, akkor ezt mindenképpen vegyétek figyelembe, mert itt a szövetkezetnek kell kvázi ezt a pénzt valamilyen módon odaadni, akinek majd aztán szét kell osztani azok között, aki. A szövetkezet az érintett lakókkal mindössze egy adósság elismerési nyilatkozatot fog aláíratni. Ami arról szól, hogy ők elismerik, hogy ők, én sem tudom mi ez, mert jogilag ez szerintem nonsense, de mindegy, nem vagyok jogász, itt jó lenne, ha Szabó Ervin segítene.
vagy akik jogászok. Nem, tehát itt egyszerűen ennyi fog történni. Ezt a sajtóban is lenyilatkozták, el is egy adósság, és ezért a munkáért ennyivel tartozik. De ez nem hitelszerződés. Ez csak azt a kötelezettségét rögzíti az adott lakásnak, hogy neki a szövetkezet felé törlesztés vagy kötelezettsége keletkezik, amit majd rezsiformájában, megemelt rezsiformájában fizet. Tehát ebből is látszik, hogy nem hitelről van szó ilyen értelemben, hanem egy rezsi növekedés következik be. De a pénzek befizetésére nem a lakás tulajdonos a kötelezett, hanem majd az orosházi lakásszövetkezet lesz a kötelezett, mint hitelfelvevő. Tehát ez egy nagyon valóban egy kaotikusnak, még egyébként belülről, aki már ilyen régóta foglalkozik, mint én, tiszta és világos, mint a nap, csak tehát ugye éppen ezt a kaotikumot használják ki nagyon sokan, és gondolják, hogy ebből aztán lehet tőkét kovácsolni. Tehát még egyszer, egy hitelszerződés van, ezt az orosházi lakásszövet kötötte, mert ez a hitelszerződés létrejött gyakorlatilag, igaz, hogy folyósítás még nem történt, de a bank befogadta a hitelkérelmet, és nem az adott lakók, hiszen azt sem tudjuk, hogy mennyi lesz ez a lakó. Ennyi. És még egyszer köszönöm szépen akkor a tájékoztatást. Fontos volt, mert azt gondolom, hogy akkor így mindenki tiszta képet kapott. Elekesten se a polgármester úr, parancsolja. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelölők. József mindig felkészül a témából, tehát szerintem ő most ebből jobban informált, mint mi talán, mert a szövetkezeti jognak a rejtelmeiben talán annyira nem vagyunk otthon, mint ő. De én ebben azt érzem, hogy itt egy jó jogász kell. Tehát egy jó jogász kell, mert ez alapvetően egy jogi probléma, és egy jó jogász most nem Ervin képviselőtársamnak akarom elvenni a kenyerét, de hát őt ebben egy szerződést kell kötni. Ha vannak 200-an már, akik elégedetlenek a működéssel, valamilyen módon meg kell fizetni ezt a jogászt, és ebből az ügybe el kell indulni. Ez mindenképpen egy nagyon, én azt gondolom, tisztességtelen, vagy nem egy korrekt álláspont, hogy vannak ennek a szövetkezeknek olyan tagjai, akik mondjuk adott esetben talán még önhibájukon kívül is, de még hogyha önhibájukon kívül esnek bele egy ilyen helyzetbe, hogy fizetésképtelenek, akkor is nekik valamilyen módon ezekért a tartozásokért helyet kell állni, és ez gyakorlatilag a többiekre terhelik rá, de ez meg megint egy belső jogi kérdés, amit valamilyen módon kellene rendezni. Abban önnek igaza van, hogyha ez egy globális probléma, akkor ez előbb-utóbb az önkormányzatra, meg az egész város működésére kifoghatni. Nem tartom egy jó útnak, hogy rendszeresen gyakorlatilag áthidaló segélyekért, vagy valamiért bárhova, akár az önkormányzathoz, akár máshoz forduljon a szövetkezet, mert ez azért egy szövetkezet, meg ennek önmagában meg kellene állnia. Tehát egy kicsit én abban tanácstalan vagyok, hogy mit tudunk segíteni most, hogyha a szövetkezet vezetésével az önkormányzat leül tárgyalni, azon kívül, hogy csináljátok ezt légy szíves rendesen, hallottuk, hogy probléma van, tájékoztassatok minket, hogy mi történt, tovább mi nem tudunk lépni, mert semmiféle joghatóságunk nincsen egy ilyen szövetkezet felett. Én tényleg azt gondolom, hogy jogász, meg hát amit én tudok a szövetkezeti jogról, hogy függetlenül a tulajdon mértékétől egy tag egy szavazat, mert mindenképpen csak azt tudom javasolni, hogy ez a 200 ember, akkor ez legyen 400 vagy 500, aki egy taggyűlésen mondjuk át tudja venni a többséget, és akkor a koronától már irányító pozícióba lehet kerülni, de mindenképpen jogásszal kellene tisztázni, hogy egy szerződött jogásszal, hogy akkor most merre van előre ebben az ügyben. Amit elmondott, az így bőven sok problémába. És mindegyikben azt gondolom, hogy van valamiféle olyan dolog, amit kezelni kellene. Azzal, hogy ez lenne a helyes út, amit ön is mond, hogy egyrészt ez egy demokratikusan működő rendszer a szövetkezet, hiszen itt vannak választott küldöttek, akik a lakók válasszák meg, stb. Az sajnos ténykérdés, ezt el kell mondanom, akár vállaló egy újabb rágalmazási pert, amit természetesen úgy meg fogunk nyerni, mint hogy az elsőt is megnyertük. Hihetetlen értektelenség és kimerem jelenteni, hogy a szövetkezetben mérhetetlen tudatlanság uralkodik az orosházi lakásszövetkezeten. És az efféle cikkeket csak erősítik. Ezért vagyunk felháborodva. Tehát addig, amíg ilyeneket emberek lemernek nyilatkozni, amiről teljesen nyilvánvaló, hogy nem igaz, addig joggal élheti az a tudat, az embert, hogy így van. Nagyon sokan itt ülnek azok közül, akik még emlékeznek 2011. októberére, ugyanúgy gondoltuk, hogy köztem ma én, ma jó magam is, hogy itt minden rendben van, és így fennét. Egyik pillanatra a másikra kiderült, hogy óriási a baj. Sőt, kiderült az is, hogy ugye 10 millió forinttal lettünk kvázi megrövidítve, mindenki tudhatja ezt az ügyet, most nemrégiben újabb 2 millióval, mert törvénytelenül rúgták a szövetkezet elnökét. Én ezen a küldött gyűlésen szinte azt tudom mondani, hogy magamból kikelve, mert azért ki tudok kelni magamból néha.
Ott mondtam, hogy ne rúgják ilyen módon az előző elnököt, mert ennek következményei lesznek. Leszavaztak a küldöttek. Ugyanis olyan mértékben tudatlanak ezekben az ügyekben, hogy az elképesztő tájékozatlanak. Hihetetlen mértékben tájékozatlanok, és sajnos ezt a lépcsőt nem tudjuk átlépni. Az ön által javasolt jogi képviselet az teljesen helyén való, csak egy ehhez szakmérak hozzáértő jogász az ott kezdődik, hogy óránként 20 ezer forint. Minden megkezdődik. Nekünk erre nincs pénzünk. És az a paradox helyzet, hogy pereskedhetünk mi, maga a jó elnök urunk annak idején leírta éppen ennek a rágalmazási pernek az ügyében, hogy hát pereskedjenek, végül is saját magukkal szembe pereskednek. Tényleg így van. Én akár nyerek egy perbe, akár veszítek, én fogok fizetni. Mert ő az én pénzemen pereskedik meg tart ügyvédet, de ha nekem kell, akkor én majd a sajátomat. Tehát értjük ugye a problémát. Ő a perköltséget nem a saját zsebéből fogja kifizetni, ha veszít is, hanem abból, amit én befizettem. És ebből már úgy kicsit elegünk van. Az elmúlt évek nagyon sok pénzt költöttünk ilyen dolgokra. Tudjuk, hogy ez lenne a jó megoldás. Ebben viszont tudnának segíteni, hogyha esetleg ilyen módon az önkormányzatnak van arra lehetőség, esetleg valami jogi tanácsadás formájában, vagy bármi formájában. Mert valóban tudjuk, hogy ez kellene, mert én sem vagyok jogász, csak autodidakta módon próbálok tájékozódni ezekben a katyfaszokban. De ténykérdés, hogy egyszerűen nem bírjuk pénzzel. Nem bírjuk pénzzel. És bicskanyi dolgoknak tartjuk, hogy az a jogász, akit a szövetkezet a mi pénzünkön alkalmaz, az velünk szemben lép fel. Tehát ellenünkbe dolgozik. Miközben van egy felügyelőbizottság is, aki az elmúlt egy évben egyetlen egyszer nem tartotta fontosnak, hogy ebben az kérdésben megszólaljon. De hát van köztünk postás, meg szobafestő, meg ki tudja, hogy micsoda. És amikor az ember elmegy, akkor javaslatot tettünk például nem régiben arra néhány óra vezetett egy rendkívüli közgyűlés összehívásra, minden feltételnek eleget tettünk, beterjesztettük a napirendi pontokat, a megfelelő alapszabályi kötelmek betartásával, hét küldött aláírta a javaslatokat, és az igazgatóság teljesen törvényellenesen úgy döntött, hogy ők ezt nem veszik napirendre, mert ez nincs joguk. Az igazgatóság ugyanis nem írhatja fel a küldött gyűlés jogosultságát. De nem tudunk mit csinálni, mert pontosan tudják, hogy ennek csak jogi úton tudnánk érvényt szerezni, majd három év múlva. És nyugodtan vannak, mert hát miért? Annyi csak, hogy az én ellenem, meg egy társam ellen tett rágalmazási pert, amit elveszített az illető, a szövetkezett céges levélpapírján küldték el a rendőrség. És amikor kértem a tárgyalást, hogy mutassák már bal a feladó vevényt, hogy ki adta fel, hogy kinek a pénzén jelentettek fel engem, akkor nem tudták bemutatni. Úgyhogy én joggal gondolatom azt, hogy a saját pénzemen tettek ellenem rágalmazási ügyben feljelentést. Hát itt tartunk. Úgyhogy én nem kívánom senkinek, hogy a lakásszövetkezet tagja legyen. Magam is azon vagyok, hogy megszabaduljak ettől az egész katyfasztól, de egyenlőre benne vagyunk ebben az ügyben nyakig. Ha nincs több kérdés, akkor még egyszer megköszönöm a türelmüket is. Hát, köszönjük szépen. Amit ha esetleg szükséges Istvánok, hogy nagyon szépen elküldök minden olyan dokumentumot, amire most én hivatkoztam, mert ebből sokkal, sőt, én örülnék neki, hogy előtte le tudnánk ülni négy szem közt, hogy ne befolyásolj. Csak azért, hogy elmondjam, hogy ezek a hivatkozások, alapszabály, szövetkezeti törvény, stb. Banki papírok mit tartalmaznak, mert így könnyebben lehet aztán az uram is megkérdezni arról, hogy ma. A sajtó képviselőt pedig arra kérném, hogy írjanak erről bőven, mert ha valami ügy, akkor ez ügy. Higgyék el, hogy a járda is ügy, meg sok minden más is ügy, én elfogadom, de ez aztán tényleg ügy. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm. Köszönjük szépen.